A most következő pár percben a szilícium diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és mire is használják őket leginkább a gyakorlatban. A dióda a legegyszerűbb félvezető, mindössze egy P és egy N típusú félvezetőből áll. Két kivezetése van, az anód és a katód. Az anód a P rétegre van kapcsolva, a katód pedig az N-re. A diódák végén látható virágos csík, katót kivezetés azt mutatja meg, hogy milyen irányba kell bekötni az alkatrészt. Ebből következik az egyik legfontosabb tulajdonsága is. Az egyik irányba átengedi az áramot, míg a másik irányban nem, szakadásként viselkedik. Ezt a tulajdonságot ragadja meg a dióda nyíl alakú áramköri jele, amin pontosan látszik az áram folyás iránya a diódák esetében az áramiránya az ABC betűsorrendjével egyezik meg az anódtól a katód felé folyik. A diódán akkor folyik áram, ha az anódra pozitívabb feszültséget kapcsolunk, mint a katódra. A diódák működése a visszacsapó szerepekéhez hasonló, így a visszacsapó szerepek szemléletesen mutatják a velük analóg módon működő diódák áramirányát is. A visszacsapó szerep nyitásához az áramlás irányából minimális nyomásnak lennie kell, ami leküzdi az áramlás útjában lévő golyó és az esetleg lezáró rugó ellenállását is. Ez megfelel a diódák nyitó irányú előfeszítésének. Ha az áramlás iránya megfordul, a visszacsapó szerep minden külső beavatkozás nélkül elzárja az áramlás útját. Az ideális dióda is pontosan így működik, természetesen a megfelelő elektromos analógiával. A digitális multiméterünket kapcsoljuk dióda vizsgáló módba, ezt az üzemmódot általában a dióda rajzjelével ábrázolják a forgó Ezután kapcsoljuk a műszert a dióda végeihez, a piros vezeték csatlakozik a dióda anódjára és a fekete a katódra. A műszer által kijelzett értékből a dióda nyitó irányú feszültségére lehet következtetni. Ha a kijelzett érték 0,1-0,3 volt közötti, akkor germánium diódával van dolgunk, 0,4-0,6 volt felett sima szilícium dióda akadt a kezünkbe. Ezután a műszer vagy dióda két kivezetését felcseréljük és így mérünk. Ebben az irányban a dióda nem vezet, szakadás mutat a műszer. Ha nem így lenne, akkor bizony a dióda rossz. A diódák az áramkörök védelmét is el tudják látni, mivel az áram folyás irányát meghatározzák. Így egyetlen diódával az áramkört védetté tehetjük a polaritás cser ellen. Ugyanis ha fordított irányban kapja az áramot, a dióda egyszerűen lezár. Így megakadályozza az áramkört tönkremenetelét. A diódák működési elvéből következik, hogy ha váltokozó feszültséggel vagy árammal tápláljuk őket, akkor a negatív félhullám nem jut át rajtuk, csak a pozitív félhullám marad meg végül az eredeti jelből. Ezt egyutas egyenirányításnak nevezik. Figyeljük meg, hogy az eredeti és az egyenirányított jel feszültség csúcsa nem esik egybe. Ez azért van, mert a valóságban nincs ideális dióda, számolnunk kell mindig valamilyen veszteséggel. Négy dióda segítségével megvalósítható a két utas egyenirányító áramkör. A színusz hullám első fél periódusában, amikor a felső vezeték pozitívabb, mint az alsó, ez a két dióda kapcsol be és engedi, hogy az áram előre felé folyjon. A másik két dióda kikapcsolva marad, megakadályozva így bármilyen ellentétes irányú áramot. A színusz hullám második félperiódusában, amikor a felső vezeték feszültsége az alsóhoz képes negatív lesz, a másik két dióda fog vezetni, az előző kettő pedig, ami korábban vezetett, lezárt. Ezért ahelyett, hogy egyszerűen csak levágnánk a negatív félhullámot, ezzel a kapcsolással a feje tetejére állítjuk és felhasználjuk azt. A kimeneten 100 Hz-es egyenfeszültségeket kapunk a bemeneti 50 Hz helyett. Természetesen itt is beépíthetünk szűrőkondenzátorokat, hogy egy lapos, sima egyenfeszültséget kapjunk, de erről majd egy másik videóban részletesebben is beszélünk. Most térjünk át a dióda karakterisztikájára. A dióda áramának ábrázolása feszültségének függvényében a dióda karakterisztika, melyben több nevezetes tartományt lehet azonosítani. Mielőtt erre rátérnénk, beszéljük meg, mit értünk nyitóirányú és záróirányú előfeszítésen. Ha a diódára olyan irányú áramot kapcsolunk, amelyet átenged, akkor nyitóirányú előfeszítésről, ha olyat, amit nem enged át, akkor pedig záró irányú előfeszítésről beszélünk. Minden diódának van egy úgynevezett, nyitóirányú küszöfeszültsége, amit ha a külső feszültség elér, megindul a diódában az elektronok áramlása, a karakterisztikus görbe felfutó részére illesztett egyenes, és a vízszintes tengely meccéspontja meghatározza a dióda nyitó nyitóirányú küszöfeszültségét. A példa körünkön látható, hogy 0,7 volt esetén még nem kapcsol be a dióda, a kimeneti feszültség 0 volt. Egészen két voltra kell emelni a bemeneti feszültséget, hogy a LED fénye kigyulladjon, ekkor a dióda éppen csak bekapcsol, 0,4 volt esik a kapcsain. 5 volt, ha növelve a távfeszültséget, a dióda teljesen kinyit, a LED felragyog, és a célállam köze 4,3 volt jut. A lényeg, hogy a szilícium dióda nem fog addig bekapcsolni, amíg nem esik rajta a 0,7 volt, és ha egyszer már bekapcsolt, nem is fog tovább nőni kapcsai között ez a feszültség. Ez azt jelenti, Hogyha három folyik keresztül egy diódán, akkor mindig kell számítanunk feszültségesésre a kapcsai között. Ez a feszültségesés függ a hőmérséklettől, az áramtól és a dióda típusától is. A küszöbb feszültség szilícium félvezető esetén 0,6-0,7 volt, germánium félvezető esetén pedig 0,2-0,3 volt. Ha tovább növeljük a feszültséget, akkor az ábrán láthatjuk, hogy az áram növekedése kezdetben exponenciális jellegű, később pedig lineárisá válik. Ebből pedig az következik, hogy a dióda nem lineáris áramköri elem, a rajta átfolyó áram és a rajta eső feszültség nem egyenesen arányos. Mivel jelentős áram a nyitófeszültséget átlépve jelenik meg a diódán, ezt azonosítjuk a nyitási tartomány kezdetének is. A lezárási tartományban a diódán nem folyik jelentősebb áram, jó közelítéssel ebben az állapotban legtöbbször szakadásnak tekinthető. Fordított polaritású feszültség rákapcsolásakor a letörölési tartományban a lavina effektus érvényesül, melynek hatására a görbe hirtelen nagy meredekséggel letörik. Ezt a meledek változást ismét egyenessel közelítve definiálható a letörési feszültség, vagy más néven az zénelfeszültség. A hirtelen kialakult nagy nyitóirányú vezetőképesség nagy áramot, ez pedig jelentős felmenegedést okoz. A félvezető eszköz védelme érdekében ezt a kialakult jelentős áramot korlátozni kell. A félvezető diódákat általában üzemszerűen nem is működtetjük ebben a tartományban, kivéve az énel diódát. A diódák az áramkörök védelme mellett alkalmasak a feszültség csökkentésére és stabilizálására is. Az első esetben azt használjuk ki, hogy a diódák kapcsain 0,6-0,7 volt feszültség esik, és a nyitó feszültség csak kis mértékben függ a rajta folyóáramtól. Most az ábrának megfelelően kössük sorba egymással a három diódát és a terhelő áramkört. Multiméterrel pedig egyesével mérjük meg a feszültséget, az államkör egyes pontjain az ábrának megfelelően. A három dióda sorba kötésével a kezdeti 5 volt bemenő feszültséget végül három voltra tudtuk lecsökkenteni a ledet, a soros áramkorlátozó ellenállással már csak erre a feszültségértékre kell méretezni. A legegyszerű feszültség stabilizátor kapcsolás az úgynevezett elemi stabilizátor, amely egy előtét ellenállásból és egy diódából áll. Kis feszültségek esetén stabilizálása alkalmas a nyitóirányban előfeszített szilícium dióda vagy diódák soros kapcsolása is. A nyitóirányú jelleggörbe mutatja, hogy a diódán átfolyó áram változásától nem függ jelentősen a rajta esett feszültség, és ezt használjuk ki stabilizálásra. A feszültség stabilizáló áramkörünk nagyon hasonló az előzőhöz, csak itt párhuzamosan kötjük a terhelést a sorba kötött diódákkal és előtét ellenállással. A diódás stabilizátorok méretezése gyakorlatilag a soros előtét ellenállás meghatározására korlátozódik. Ezt majd egy későbbi, az Zénel diódával foglalkozó részben tárgyaljuk. Az áramkör azért tekinthető stabilizátornak, mert a bemeneti feszültség 4 voltos változására a kimeneti feszültség csak 0,7 volttal változik meg. Érdemes megjegyezni, hogy a szilícium diódák nem a legszerencsésebb megoldást biztosítják a feszültség stabilizálására, hiszen a hőfogváltozás hatása jelentős, elterjedtebb ezért a szélesebb feszültség tartományban használható zénel diódás elemi stabilizátor. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy dióda kibírja majd a rajta átfolyó áramot? A diódán eldisszipált hőteljesítményt a diódán átfolyó áram és a rajta eső feszültség szorzata adja. Ha 2 amper folyik keresztül a diódánkon, aminek nyitóirányú feszültsége 0,7 volt, akkor 1,4 watt hőteljesítménnyel számolhatunk. Ha ez nem fogadható el, akkor nagyobb vagy más típusú diódát kell választanunk. A félvezető dióda volt az első egy PN átmenetet tartalmazó félvezető eszköz. Ma is fontos szerepe van, hiszen a nagy távolságokra is eljutatható váltokozó feszültség nem alkalmas elektronikus készülékek táplálására. A váltakozó feszültség egyenirányítását diódás segítségével végezzük. Ezen kívül alkalmasak az államkörök védelmére, impulzusformálásra, formálásra, szint illetve még számos egyéb speciális feladata kialakított dióda típus is létezik, amikkel majd később fogunk megismerkedni. Most köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és legközelebb is tartsatok velem, sziasztok!